Minden egyetem és főiskola célja, hogy padjai közül olyan fiatalok kerüljenek ki, akik majd a kutatásaikkal szereznek hírnevet nem csak maguk, hanem az intézmény számára is. A kutatásfejlesztés támogatását és az innováció új generációjának kinevelését szolgálja az Új Nemzeti Kiválóság Program, melynek pályázatait már 6. éve írják ki kutatói, alkotói tevékenységet végző hallgatóknak és fiatal oktatóknak egyaránt. 2016 óta több mint 8500 ösztöndíjat ítéltek oda. Az általunk megkérdezett nyíregyházi oktató 2 éve nyerte meg a pályázatot, amely szerinte jelentős mértékben hozzá tud járulni a kutató életpálya kiteljesedéséhez. Ezek a kutatások ugyanis, mint mondja, rendkívül idő és forrás igényesek. Ez az a pályázat, amely tényleg jelentős mértékben és nagyon kedvezően támogatja ezeket a egyéni és akár csoportos kutatásokat is. Úgyhogy én tényleg nekem az én saját személyes tapasztalatom az, hogy az én kutatásaimat, a későbbi habilitációmat is közvetlenül és nagyon erőteljesen meghatározta pozitív irányban, mert olyan kutatási eredményeket tudtam elérni, olyan konferenciákon tudtam részt venni, olyan publikációkat tudtam elkészíteni, amelyek aztán hozzásegítettek ahhoz, hogy a habilitációm, hála jó Istennek, nagyon köldülékenyen ment. A pályázóknak 3 dokumentumot kell benyújtaniuk, köztük egy szándéknyilatkozatot a kutatás elvégzéséről, amelyet az intézmény rektora hitelesít, valamint egy néhány oldalas kutatási tervet, amelyben számszerűsíteni kell a vállalásokat. Ezeket később ellenőrzik is. Az ösztöndíj odaítélésénél több szempontot vesznek figyelembe. Megnézzük azt, hogy a jelöltnek, a pályázónak hány publikációja van, hányan hivatkoztak rá, milyen kutatási eredményei vannak, tehát hogy meg kell győzni a kurátorokat arról, hogy én ezt a kutatást tényleg meg tudom csinálni, és alkalmas vagyok-e arra, hogy ezt prezentáljam, hogy nemzetközi tudományos konferenciákon előadjam, és ezeket az eredményeket publikáljam. Tehát valamilyen tudományos háttérrel már jó rendelkezni, annál nagyobb az esély, hogy valaki megszerezze ezt a pályázat, hogy nyerjen ezen a pályázaton, minél több tudományos, jó nevű journalokban, reviewban, impactfaktoros folyóiratokban kell publikálnia, mert ehhez bizonyítja azt, hogy ő egy jó nevű szakember, egy jó hírű tudós. Idén 6 konstrukcióban több mint 2200-an juthatnak majd támogatáshoz. A futamidő és az elnyert összeg mértéke pedig attól függ, hogy a pályázó hallgatóként vagy kutatóként nyerte el az ösztöndíjat. A sikeresen pályázók havi nettó 100-200 000 forint támogatásban részesülnek. A részletes feltételek és dokumentáció az UNKP honlapján érhető el, pályázni május 20-áig lehet.